A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Kedves nézőink, rendhagyó módon három különböző programról szóló beszámolóval várom önöket. Nagy érdeklődés kísérte a Jávor Ottó téren megrendezett Vegyél Fejért tavaszi vásárt. A programot a Civil Központ és a Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat összefogása hívta életre. Bensőséges hangulatú termelői és kézműves vásárral csalogatták a Jávor Ottó térre a székesfehérváriakat, a Civil Központ és a Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat munkatársai. A Vegyél-Fejér tavaszköszöntő találkozóján Fejér megyei kézművesek kínálták méves portékáikat. Kijelenthetjük, hogy ez most már egy hagyomány, hiszen a Vegyél-Fejér közössége azok a kistermelők, akik itt a városban vagy a város környékén az agglomerációban tevékenykednek, most már harmadik, negyedik alkalommal talán, de meg tudják mutatni a portékáikat a város, belváros szélén, a belvárosban, és tudják kicsit promotálni mindazt, amit egész évben végeznek, és kicsit közelebb tudják hozni a mezőföld szépségeit, termékeit, finomságait az itt lakókhoz. És most itt a Jávor Ottó téren tudtuk megcsinálni ezt közösen ezt a rendezvényt, hiszen ez egy összefogás valójában. A Vegyél-Fejért közössége, a kistermelők, a város, illetve az Agrárminisztérium segítségével a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködésével tudott megvalósulni ez a program. Én azt gondolom, jól mutatja, hogy az összefogásnak az ereje az milyen erős, és hogyan tudunk így segíteni azoknak a kistermelőknek, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak, és szeretnék a portékájukat minél előbb, és minél rövidebb úton eljutatni azokhoz a vásárlókhoz, akik most itt ma meg fogják találni ezeket a termékeket. Nagyon fontos a hálózat munkája, annál is inkább, mert itt a mezőföld szívében élünk, és ez egy kiemelten fontos történet az agrárium mindenféle értelemben. Hogy tudja a hétköznapokon segíteni a hálózat az agrárgazdákat? Valóban nagyon fontos, hiszen sokszor megfeledkezünk arról, hogy Székesfehérvár a mezőföld közepén helyezkedik el, amikor a mindennapjainkat tengetjük itt a városban, és a hétköznapon megyünk dolgozni, vásárolunk a boltokba, akkor elfelejtjük, hogy igazából itt a mezőföld közepén egy nagyon-nagyon komoly agrárium szegmens alakult ki, egy nagyon komoly agrárium vesz minket körül, és a városlakos sokszor nem is tapasztalja azt, hogy milyen értékek vesznek minket itt körbe, és hogy azt, amit megvásárol a boltba, az milyen munkával és milyen odaadással készül nap mint nap. Ebben tudunk mi segíteni, akár a város részéről, akár a minisztérium részéről, hogy azok a pályázatok, lehetőségek, források, amelyek tényleg kifejezetten az agrárium számára elérhetőek, azok eljussanak az agrár gazdálkodókhoz, majd a portékájukat tudják mutatni az itt élő székesfehérváriaknak. Igen, mostanában gyakran esik szó a közös agrárpolitikáról, és én azt gondolom, hogy ez egy határozott jövőképet mutat, amiben a hálózat is nyilván segíti a gazdákat, hogy minél több forrást igénybe tudjanak venni. Igen, valójában a közös agrárpolitikának köszönhetően és a magyar kormánynak segítségével most az elkövetkezendő 5 éves időszakban több mint 8000 milliárd forint tud az agráriumba folyni, és tudja az agráriumot, az agrárgazdaságot támogatni. Én azt gondolom, hogy ez minden gazdának olyan lehetőséget nyújt, ami segít neki abban, hogy precízebben, pontosabban és hatékonyabban tudja ellátni a magyar lakosságot. Én azt gondolom, hogy akinek segítségre van szüksége, vagy esetleg a pályázatoktól, vagy az e-féle kihívásoktól retteg, az nyugodtan keresse meg a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat irodáját, képviselőjét, és segíteni fognak abban, hogy hogyan tudnak előre jutni. Az Ötletgazda Civil Központ munkatársai gondoskodó szeretettel fogadták a vásárlókat. A program a mezőföld közepén címet kapta, ám a környékbeli termékek vására mellett számos egyéb érdekességek is vártak a kilátogatókra. Gyorsan kiderült, hogy a kézművesek és az őstermelők meg annyi szépséggel és értékkel gazdagítják a térséget. Úgy gondolom, hogy az egész Vegyél-Fejér közösség arról szól, hogy együtt vagyunk, egymásért vagyunk, és mióta beköszöntött a pandémia, kialakult egy annyira szuper közösség tényleg, hogy egymásért teszünk, vásárt szervezünk, és mindenkiért vagyunk, hogy ők itt lehessenek, hogy megismertethessék a közösséggel és a székesfehérvári lakossággal a portékáikat, és hogy felismerjük azt, hogy mennyire
jó dolog az, hogy tudunk úgy segíteni a helyi termelőkön, vállalkozókon, hogy az ő termékeiket vesszük meg, ami kell a fa alá, a húsvétra, az asztalra. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erről szól ez az egész. Miként sikerült megszólítani a vendégeket, az árusokat és mindenkit, aki kíváncsi egy ilyen találkozóra? Az a jó ebben, hogy már nem kell őket megszólítani. Tehát, hogy már van egy olyan közösség, van egy olyan kemény mag, akivel már megvan az az ismerettség, hogy tudunk nekik szólni, hogy tervezünk vásárt, mikor tervezünk, szeretnétek-e jönni, és már szájról szájra terjed a hírünk, és már úgy jönnek a termelők, illetve a kézművesek hozzánk, hogy ugye mi is jöhetünk, és itt jelen lehetünk ezeken a programokon. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. A Jávorottó téren első ízben megrendezett találkozó több volt, mint vásár. A verőfényes napsütés hangulata átszőtte a teret, lehetőség adódott a vásárlás mellett a beszélgetésekre. Így nem véletlen, hogy Deák Lajosné önkormányzati képviselő is örömének adott hangot, hogy sikerrel járt a terv megvalósítása. Fehérváron rengeteg kiskereskedő van és vállalkozó van, aki ezen napon meg tudja mutatni a kis portékáját. Ezek olyan termékek, kézműves termékek, amik nem igazán lehet kapni nagyobb áruházokba. Valahol lehetőséget kell mutatni a vállalkozóknak, hogy megmutathatják itt a lakosság körébe, a vásárok körébe. Mindenki egyénen készítette a kis kezével ezeket a dolgokat, ami tényleg az édességtől kezdve, a gyertyától kezdve, a különböző játékok elkészítésével, amit megvartak, most ezen napon bárki megvásárolhatja. Készültek még a szervezők, a rendezők egy olyan kis játékokkal, gyerekekkel a családok részére, aki családostól érkezik, hogy jól érezze magát ebbe a vásárba. Én nagyon örülök neki, remélem, hogy a város különböző terein is meg fog nyilvánni ez a vásár, hiszen nagyon hasznos. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez a jövő útja? Hát, hogy jövőt reméljük, szerintem igen. Egy kicsit visszatérni a természetes dolgokhoz, a népi gyógyászathoz. Ugye különböző szörpöket lehet megkóstolni, ami házira készültek, és mindegyiknek megvan a gyógyító, jótékony hatása. Szerintem egy kicsit az öngondoskodás is megmutatkozik ezen a téren, mert nagyon fontos, hogy az ember minden pillanatban tudjon megfelelően élni és egészségesen. Varga Imre István, a Fejér megyei Agrárkamara elnöke is fontos lépésnek tartja, hogy az őstermelő közösség otthonra talált Fehérváron, és megerősítette, a mezőföld agrárgazdasággal foglalkozó termelői számára komoly segítséget nyújt a rövidesen elérhető közös agrárpolitika program támogatási rendszere is. Igazán örömteli, hogy van lehetőség a helyi termelőknek eljönni a civil központnak a vásárára, így a fogyasztók közvetlen az előállítótól tudnak vásárolni, megvalósul a rövid ellátási láncnak a folyamata, tehát a termőföldtől a fogyasztó asztaláig, így a lehető legrövidebb utat teszi meg a termék, hiszen közvetlen a termelőtől van lehetőség vásárolni, és ezáltal a termékek nyomon követhetősége is garantált, és a frissessége, minősége is. Most, hogy folyamatosan arról beszélünk, hogy a közös agrárpolitika a zöldítéssel is kiemelten foglalkozik, annál is inkább fontos itt, hogy milyen termékek kerülnek az asztalra, de azt hiszem, hogy nem lehet okunk panaszra. A közös agrárpolitikának az új forrásai lendületet adnak a vidéknek, és a friss termelői portékákat előállító gazdálkodóknak is fejlesztési lehetőséget biztosít, hiszen a kettes pillérben az élelmiszergazdasági és a vidéki szektorban dolgozó vállalkozóknak is nyújtanak majd pályázati lehetőségeket. Várhatóan 5000 milliárd forintos keretből, a kettes pillér az körülbelül 2900 milliárdos keretet fog kapni. Egy bizonyos a Vegyél Fejért akció láttán mindenki megbizonyosodhatott arról, hogy a megye kézműves mestereivel lehet és érdemes hagyományt teremteni. A vásárok sora a tervek szerint minden hónap egy vasárnapján folytatódik. Gazdafórumot tartottak Székesfehérváron. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete találkozóján az előadók a közös agrárpolitika adta lehetőségekről tájékoztatták a gazdákat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehérvár megyei szervezete Székesfehérváron rendezte meg gazdafórumát. A szakmai rendezvényen az előadók az Európai Unió következő 4 évre szóló közös agrárpolitikája, a KAP alapfeltételeit, új kihívásait ismertették meg a gazdákkal. A megújuló közös agrárpolitikának a rendszerét kommunikáljuk. Az egész országban gazdafórumokat tart ezért az Agrárkamara.
Itt megyében Székesfehérváron fogunk a mai napon ezzel kapcsolatban tájékoztatást adni, hogy a gazdálkodók minél hatékonyabban felhasználhassák ezeket a forrásokat. A közös agrárpolitika egyes pillérében 2400 milliárd forintot tudnak lehívni a gazdák, a kettes pillérben pedig 2900 milliárd forintos keret lesz leívható az agrár, élelmiszer, gazdaság és vidékfejlesztési források tekintetében. A program kiemelten fontos része lesz a zöldítés, amelynek számos megkerülhetetlen faktorát kell a támogatás elnyeréséhez megtenniük a gazdáknak. Járjuk az országot, próbáljuk a gazdálkodóknak elmondani azt, hogy hát igen, megkapjuk a területalapú támogatást, mint eddig, csak egy kicsit más feltételekkel, egy kicsit zöldebb, egy kicsit másabb, egy kicsit alkalmazkodjunk a klímához. Eleinte azért elég nagy volt az ellenállás az új iránt, ugye, mint mindig, de úgy érezzük, meg úgy tapasztaljuk, én legalábbis személy szerint, hogy azért igen, elfogadják, meg akarják oldani, lesznek olyan pontok, amelyeket nehezebben ugranak meg. Itt most akkor beszéljünk arról is, hogy mik ezek a feltételek. Az alapvetés ugye a feltételesség, amit lehet, hogy korábban kondicionalitásnak hívtunk a gazdálkodók előtt. Ez az az alapvetés, amit mindenkinek teljesítenie kell, aki egyáltalán támogatást vesz igénybe. Ezek között említeném az erózió elleni védelmet, a 12%-os lejtőnél, ugye a tarlót nem égetjük, ezt is tudjuk. Vannak a vetésváltás szabályai, amit már megszoktunk. Az egy kicsit másabb lesz most már, de az idén a veszélyhelyzetre való tekintettel derogáció van, tehát nem kell feltétlenül betartanunk, de a jövő évben azért már ezt vizsgálni fogják. Illetve hát bizonyos területeket parlagoltatni kell, de ez alól is a feltételességben, tehát az alapvetésekben felmentést kapnak az idei évben a gazdák, ott élelmiszer célú növényeket lehet termeszteni, illetve hát ugye a gyepeket meg kell őrizni. Ezek ilyen alapvetések is általában már ismertek, meg a vízvédelmi sávok, kicsit szigorúbbak válnak, de ami teljesen új, ahhoz, hogy azt az eddig megszokott területalapú támogatási összeget megkapják, ahhoz bizony az újraelosztó támogatáson túl, mert azt is megkapják, majd így az előadásokon erről beszélünk, zöldebb vállalásokat kell tenniük egy évre vonatkozóan. Tehát eldöntheti a gazdálkodó, hogy kíván-e pluszt hozzátenni környezetkímélő, illetve a saját pénztárcáját is kímélő praktikák kipróbálására. Ez az agroökológiai program. Hát itt több mindent választani kell a szántóra, a gyepre, az ültetvényre, de ha úgy dönt, hogy választja, vagy bejön, kéri ezt a 60-80 eurót, attól függ, mennyien jönnek be, akkor az üzeminek az egészére kell vállalnia és teljesítenie. Tehát olyan nincs, hogy csak szántó, csak gyep, akkor minden. És ha nem teljesít, akkor sajnos nem kapja meg az egész üzemére. Mik ezek a lehetőségek? Itt is a talaj. Tehát mindig mondjuk, hogy most a talaj került fókuszba. A talajt takarni kell másodvetéssel, egyéb talajtakaró növényekkel, talajforgatás nélküli technológiákat alkalmazhatnak az üzemük 50%-án, de meghatározott növényvédőszer használata mellett mikrobiológiai szereket, hogy a talaj életet serkentsük, vagy talajkondicionáló, növénykondicionáló szereket használjanak, vagy diverzifikáljanak, tehát időben többféle növény legyen, ez a szántó. A gyepeknél az alternáló kasza használata, a legeltetés ösztönzése, őrizzük meg a gyepet ott, ahol van, illetve hát az ültetvényeknél is nagyon hasonló a szántóhoz, mindenképpen takarni kell a talajt, a sorközöket, életet adunk a talajnak a mikrobiológiai készítményekkel, csökkentjük a növényvédőszer használatot a biológiai ágensek alkalmazásának szorgalmazásával, karbamidot csak úgy használjunk, hogy ne menjen veszendőbe, a gazdálkodó számára sem jó, a levegőnek sem, ha ammónia formájában eltávozik. Tehát ezek mind olyan környezeti célkitűzések, amivel a talajunkat, a gazdálkodó legfőbb termelőeszközét próbáljuk kondícióban tartani és megvédeni, illetve hát a veszteségeiket is csökkenteni, hogy azok ott hasznosuljanak, azok az input anyagok, ahova azokat szánták, és akinek szánták. A nagy érdeklődés mellett megtartott találkozón a sok részlettel és gyakorlati tudnivalókkal gazdag tájékoztatásban szó esett a KAB-ban rejlő támogatási formákról és a támogatások elnyeréséhez szükséges feltételekről egyaránt. Az látszik, hogy a maga támogatási rendszer a korabbiaknál is bonyolultabb és összetettebb lesz. Azt kell a gazdatársaknak megérteni, hogy ez az egész összetett rendszer, ez az egész bonyolult rendszer ugye az Európai Uniós szabályok miatt van így. A magyar jogalkotónak, Magyarországnak az volt a feladata, hogy az uniós kereteken belül a lehető legrugalmasabb, legegyszerűbb szabályokat alakítsa ki. Na most ezt meglátjuk majd, hogy hogy sikerült. Az biztos, hogy a kellő információt minden gazdatársnak át kell adni.
ezek az információk ott tesztik a falugazdászoknál, de én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy fórumon lehet úgy teljes egészében áttekinteni, ilyenkor van erről beszélni, vagy lehet erről hosszabban beszélni, minden egyes szempontra ki fogunk térni, és hát nyilván a támogatások mellett szó lesz itt földügyekről, én elsősorban ezekről fogok beszélni. Földügyek terén is vannak változások, de én a mai előadásban elsősorban egy speciális témára fogok fókuszálni. Mi van akkor, hogyha egy ingatlanban elhunyt tulajdonos társak vannak? Hogy lehet ezek a területeket hasznosítani? Ugyanis vannak rá jogi lehetőségek, hogy még úgy is, hogy elhunytak a tulajdonos társak, ezeket a területeket meg lehessen szerezni, akár használattal, sőt, akár még támogatást is lehessen felvenni az ilyen területek után. A következő 5 esztendőben minden esetre a támogatásoknak köszönhetően a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképesebbé válik, hatékonyabban termelhet, jobban ellenállhat a válságoknak és az éghajlati kihívásoknak is. 10. születésnapját köszöntötte a Jancsárkert, a termelői és biópiac vásárlói rövidesen birtokba vehették az újjáépült közösségi teret. Március 25-én köszöntötte 10 éves születésnapját a Jancsárkert termelői és biópiac. Szombaton az árusok 10%-os kedvezményt vagy ajándékot nyújtottak át a Székesfehérvárról és a környékről érkező vásárlóknak, megköszönve a piac iránti kitartást és szeretetet. Schulz Jörnnek mintegy 550 piacnapot, legalább 150 piaci árust, mintegy 3/4 millió vásárlót, illetve 50 városi szintű rendezvény megszervezését köszönheti meg a város. Több száz háztáji egyedi, saját ízvilágú minőségi élelmiszer vagy kézműves termék vására volt, mindez magán és civil kezdeményezésként valósult meg. Ez a mai alkalom az, hogy 10 évvel ezelőtt volt a hivatalos megnyitója a piacnak, és azóta 550 piacot tartottunk szombat délelőttönként. Hát, hogy is kezdődött? Mindenképpen szerettük volna, hogyha a háztáji gazdaságok, a termelőknek a termékei itt Fehérváron is egy jó értékesítő helyet, és akkor ezt továbbfejlesztve egy jó közösségi helyet, egy jó piacteret találjanak, és ehhez találtam ilyen megfelelő partnereket 10 évvel ezelőtt az akkori tulajdonos Perecsényi György személyében, árusok személyében, akiket a megye különböző településeiről sikerült meghívni ide a piacra. Nagyon nehéz volt az első időszak, de most már eljutottunk oda, hogy alkalmanként 1500 vásárlónk van, tehát ezt kimondani is sok, hogy 10 év alatt ez már 750 ezer vásárlási alkalmat jelent, 150-200 árus fordult meg ez idő alatt, és ami a lényeg, hogy az egészséges élelmiszereket, az egészséges táplálkozást úgy érzem, hogy sikerült népszerűsíteni, hiszen itt olyan zöldségek, gyümölcsök, akár tejtermékek találhatók, amelyek részben organikus gazdálkodásban vagy biogazdálkodásban kerülnek ide a piacra. Nagyon fontos kérdés, hogy az árusok, a gazdák miként idomultak ahhoz, amit itt elvárás, tehát egyik oldalról, hogy valóbi termelő és bio áruk kerüljenek a polcokra. Nagyon gyorsan felvették a fordulatszámot, hiszen ugye azt tud megmaradni éveken keresztül, akinek a termékeit megszeretik a vásárlók, és nálunk a vásárlók elég igényesek, mivel a piac jellege, alapvetően egy egészségpiac, egy egészséges élelmiszerek piaca, így az árusok is rá voltak kényszerítve, idézőbe szólva arra, hogy időről időre egyre inkább természethez közeli állapotokba neveljék az állatokat, legeltetéssel például, vagy a növényeket is így termesszék. Tehát egy ilyen kölcsönhatás volt a vásárlók és az árusok között. Az árusok eljutottak oda, hogy talán a biominősítések még sokaknál hiányoznak, de azért közel ilyen biogazdálkodási szintű termelést folytatnak. Az nagyon fontos kérdés, hogy az élelmiszerek mellett, ami elsődleges természetesen, azért megjelennek az egyéb árusok is. Igen, a piacot színesítik mindenképpen a minőségi kézműves termékek is. Itt is akárcsak az élelmiszereknél a jó minőségre helyezem a hangsúlyt. Mi szívesen helyt adtunk a 10 év során fehérvári, Fejér megyei kézműveseknek, keramikusoknak, textil műveseknek, vagy éppen most így a húsvét előtti időszakban tojásfestőknek, például mostan egy mezőföldi motivumokat ékesíti a tojásait egyik kedves eladónk most. Tehát mindig igyekszünk kicsit szezonálitás is figyelembe venni, de a kézműveseket támogatjuk, hogy
ők is akkor itt egy értékesítési lehetőséget kapnak. Az árérték arányra eddig sem lehetett panasz. Én azt hiszem, hogy a piac nagysága, mennyiségű és a minőségű élelmiszerek azok jó áron vannak. Mostantól pedig különösen annak nézünk elébe, és arra számítunk, hogy a nyár közeletével csökkenni fog a zöldségek ára egyértelműen. Többen nem tudták a fóliasátrakat fűteni, de már a palánták már azért bekerültek a földbe. Várhatóan így olcsóbbak lesznek ezek a zöldségfélék, ezek a primér, ahogy megyünk a nyárba. Erre számítok. Az árak amúgy sem emelkedtek ebben az évben, de erről a szintről mindenképpen egy lefelé mutató tendencia fog megmutatkozni. Nagy örömmel értesültünk róla, hogy bővül, hiszen az építkezés gőzerővel megkezdődött és folyik jelenleg, és a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ez egy újabb lépcső a piac számára. Valóban itt mellettünk minden vásárló elhalad az építkezés mellett, és látja, hogy hétről hétre, hogy halad ez a munka. Szombatonként is dolgoznak, jellemző rá. Október 15-e az épületek átadási határideje, az épületek parkoló együttes átadási határideje. Ekkortól sokkal inkább egy piaccsarnok jellege lesz a piacnak. A hangulatot természetesen igyekszünk átmenteni, és a szombati heti egyszeri nyitvatartás helyett mindennapos piacot tervezünk, mégpedig egy olyan termelő bolttal a középpontban, amelyik minden a piacon szombatonként keresett árut megfelelő tartósítással, csomagolással tartalmazni fogja. Tehát amit szombaton lehet most megkapni egy alkalommal, az az év végétől, a hét bármely napján elérhető lesz. Csodálkoznék, ha nem lennének meg a következő 10-20 akárhány évre a terveid. Miben gondolkodsz még? Hát most szeretném, hogyha ez egy nagy kihívás, hogy az új piaccsarnokba át tudnánk menteni a hangulatot a piacnak a korábbi, illetve ebben az átmenti helyen kialakult jó bizalmon alapuló árus vásárlók közötti kapcsolatot, ami sokszor a barátság szintjét is eléri. Tudom, hogy a jó hangulat az rajtunk múlik az embereken. Tehát jó látni az, hogy a vásárlók is jókedvűen vagy céltudatosan jönnek ide, az árusok is motiváltak az értékesítésben, várják a törzsvásárlóikat. Tehát mint ahogy a korábbi retropiac jellegű csarnokban is ez a hangulat jellemző volt. Bízunk benne, hogy egy modern körülmények között ezt a hangulatot, mivel mi magunk az emberek alakítjuk ezt sikerül majd átmenteni. Ami a számok mögött van és nem látható, az évek alatt kialakult emberi kapcsolatok, barátságok, mind az árusok, mint az árusok és a vásárlók között. Az árusok nyújtotta személyes garancia, a portéka minőségére is tetten érhető. A fejlődés pedig még inkább a még egészségesebb háztáji élelmiszerek irányába. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.